Ma páros zöldség lesz, sült csirke combbal és vajas burgonyával. Fő a krumpli és párolják a zöldséget a zombai konyhán. Eddig 450 főre főztek, az iskolák bezárása után már csak 130-150 főre készítenek napi szinten ebédet. A konyha vezetője elmondta, hogy a legtöbb szülő otthon megoldja az étkezést, ezért esett vissza a szám. De az a tapasztalat, hogy pár nap után újra bejelentkeznek. A konyhán ugyanis egy felnőtt részére 800 forint körüli összegért rendelhető napi egy meleg ebéd. Ezt ennyiből otthon egy család nehezen tudja megoldani. Ott jártunkkor is többen telefonáltak és rendeltek másnapra ebédet. Zomba mellett Felsőnánára és Kétyre is szállítanak több idősnek ebédet. A településen a központi intézkedésekkel azonosokat hoztak, mondta Szűcs Sándor, Zomba polgármestere, így lassítva a koronavírus terjedését. Az óvoda, ami viszont önkormányzati fenntartás alatt van, itt nem zártuk be az óvodát, hiszen kis csoportos foglalkozás van, amit tulajdonképpen engedélyezett itt a központi rendszer is. Ezt tartjuk, viszont ugye itt hát most pánik, vagy reális aggodalom, ezt mindenki eldönti saját maga, de a szülők nagy része otthon tartotta a gyereket, úgyhogy hétfői nap mindössze az 51 nehány gyerekbe, a zombi iskolába 11-en jelentek meg, a tagóvodákban, Felsőnánán és Kétyen néhány gyerek, sőt, Felsőnánán azt a megjelentett gyereket haza is vitték. Étkezés, amiről gondoskodni kell, akár intézményi szinten, akár ugye a szociális étkezés, akár a vendégétkezésnél, ott a konyhánk üzemel, nyilván a megfelelő higiéniai ellátással, a szinte perces fertőtlenítéssel és a nélkülözött kapcsolattartással, amit megtettünk még itt az étkezés biztosításával kapcsolatban, hogy ilyen egyszer használatos műanyag edényeket rendeltünk, és ha valaki igényli, akkor abba a konyháról el tudja vinni, nyilván ott is a megfelelő átadással. Tehát a konyhára senki nem mehet be, hanem az ablakos átadással, illetve a szomszéd településekre, ahol biztosítjuk az étkezést, oda pedig az autón kiviszi, egy helyre letesz, és onnan a kiosztók kiosztják az ételt. De a szülők nagy része döntött az otthonmaradás mellett, így az 50-nél is több óvodás helyett csupán 10 jelentek meg, míg Felsőnánál csupán egy gyerek jelent meg az óvodába, akit ezután szülei haza is vittek. További intézkedéseket is hoztak annak érdekében, hogy a személyek közötti kontaktus számot csökkentsék. Művelődési házat lezártuk, tehát semmi nemi közösségi rendezvényt nem tartunk, sem szabadtéri, sem zárt körül. Nyilván hát ennek majd meg lesz a hatása, hiszen ugye nagyon sokat beszéltünk az elmúlt időszakban a pályázati dolgainkról, ami igényelné, tehát a program megvalósítása igényelné a tömegek együttlétét, de hát ezt majd meg fogja oldani a menedzsment, illetve az irányító hatóság, gondolom, hogy megfelelő intézkedésekkel megoldja ezt a problémát, tehát nincs közösségi rendezvényünk. A hivatal zárt ajtók mellett működik online, illetve telefonos ügyintézés van. Nyilván, hogyha a rendkívüli személyes megjelenés kell, akkor ezt az egy-egy embert a dolgozóink úgy kezelik, ahogy ebben az időben kell. Mint említettem, minden területen a fokozott higiéniai ellátás van, a fertőtlenítések, nagy autószámra hozták a fertőtlenítőszereket, a tisztálkodó eszközöket, a kézi higiéniai, tehát a kézmosáshoz, fertőtlenítéshez szükséges eszközöket rendeltünk külön. Én úgy gondolom, hogy amit lehetett, azt megtettük. Amit még tapasztalok, itt az üzletek is kis létszámú forgalommal működnek, tehát az első napokban biztonsági őrös beengedés volt, és a lakosság, én úgy gondolom, hozzászokott, illetve megérti azt, hogy egyszerre nagy tömeg ne menjen be az üzletekbe, a gyógyszertár például egyesével engedi be az embereket, és mindazok a közösségi helyek, ahol nem önkormányzati vagy nem önkormányzata kapcsolatos intézmény fenntartás van, ott szintén megteszik a szükséges intézkedést. Tolna megye kisebb településeinek vezetői mind arra törekednek, hogy néhány egyszerű higiéniás szabály betartásával és a megfelelő óvintézkedésekkel jelentősen lassítsák az esélyét annak, hogy elkapják a lakók a fertőzést.